funkciót Istennek se. Ja, itt van. Kérlek, hogy zsár szálljon be. Na. Azt mondta, van, nem, ő csak két személyes. Na, úgy beszélgetnek, hogy akkor hátam mögött nézi, jó van. A beszélgetés meg tévénézés. Várjál! Na, Istenem, na. A nagy tempóba jött, nem tudok dolgokat csinálni. Félnyomok mindent. Jaj, szól a telefon. Ja, az a nő hívta fel, nem a jósnő, vagy ki az Isten. Ja, ez a ki ez mi? Ki ez? Ja! Vad idegen elhív valahová. Húha, na ez jól hangzik. Alulnak a faszát, otthon maradok. Na, egy flörtöt meg kéne próbálni esetleg. Ó, azok ott igen, beszélgetnek 5 kilométerről. Ó. Na most ez így minek hatással következett be? Működni fog? Működik, nagyszerű. Hát ebből nincsen, még nincsen szerelem. De még lehet. Na, a piros pacsa, az már komolyabb. Mint így a pontok szempontjával. Próbált megél. Oké. Akkor mi van még? Hátmaszás, próbáljuk meg. Milyen frankó, keresek nagyobb helyet, ahol lehet csinálni. Ő elment akkor. És akkor ő is elment. Akkor most szépen zabáljunk, aztán alvás. Ja, nem is így szólt valahogy lenni. Nem még itt van, csak nézegeti. Nézegeti ott a szobrokat. És a... Mi a... Ja, ezt mondjátok el, mi a pelikánnak a filozófiai töltete? Véletlenül a rózsaszín színe az nem a melegbüszkeség jelképe. Legalábbis nagyon meglepődnék rajta. De nem, várj, ez egy flamingó. Vagy, igen, bocsánat, nem pelikán, flamingó. Egyébként lehetne a rózsaszín párduc is áruhában. Ki hogy akarja felfogni. Aztán alvás van. Készen is volnánk. Szerencsére ez a bladder hűrítés, ez, hát olyan hülye szó ez, nem is mondom, így angolul fogom hívni. Bladder. A bladder a szerencsére egy olyan dolog, amit a munkahelyen is tud csillapítani, már persze. A munkahelyen nyilván van WC. Bár nem lesz rá szükség, ahogy nézem. Ó, nem, bizony. Száz színvonalat keresni, nem nagy dolog. Mert csak a munkáját 750 életcélpont, az az se semmi ám. Ugye van a pehely. Maga csinálják rá, akkor egy idő után úgyis felmegy majd a fűzési átasság, ami viszont a valóságban nem biztos, hogy így van. Tudom én, kereszteleti megfejtése. Azért még lazsáltatnám egy kicsit. Közben olvasson mondjuk. Hú, de sok idő van még. Megy szépen lefele az életcélmutató csíkja. Ja, mondjuk tanultatni is lehetne éppen. Takarításra azt hiszem az abban jó, hogy gyorsabban végez. Várjál. Győzzük a kis fiak a csajszit. Jó, most már nem fogjuk.
Akkor mindegy. És még nem mentettem. Most akar enni? Most nem hagyta bent ugye a sütőben. Nem, akkor jó. Az se baj, ha benn hagyta. Nem én fogok szívni vele. Tűzoltok úgyis kijönnek majd. Na, elment a munkába. A pártba egy kicsire célbudás. És akkor most az, hogy mentünk szépen. Mert ha bejön egy random esemény, akkor bizony mondom, muszáj lesz menteni. Mert hogyha elbaszom, akkor ki kell lépni. Először látsod, aztán kapásból mínusz 5000 életcélpont. Nagyon örülnék neki. Úgyhogy most várunk. A számla megjött. Telefon, hiába csörög. Hú, azok a régi szép idők, így előjött bennem a régi szép idők emléke. A mondjuk azért a Sims 3-ban azért az tényleg jó volt, hogy innen áttapni gyalog ide, és nem kell telek betöltést megvárni. Hanem realisztikusan, normálisan át lehet mászkálni egyik helyről a másikra. Nagyon nem akarok macerálni vele. És előadok a videókkal, aránylag casual jelleggel. Nagyszerű. Ó, bakker, megfázott, nagyszerű. Akkor bizony aludni kell. Aludjál szépen a kisba, mármint Priscilla. Ó, az igen. Kapásból legnagyobb életcél. Összeházasodni egy gazdag szimmel. Mondjuk ezt... Na ezt az életcélt vágy, azt soha nem tudtam, nem életcél, csak egy vágy. Nem tudtam, de van egy végső célja is. A sport, élő legenda, ne szórakozzunk már. Hát akkor nem fog teljesülni. Igen, az, hogy jó a végső életcél, mert akkor ugye örökre, illetve végéig platina szinten, tehát itt a csúcson lesz az életcél mutató. Na, még egy nap eltelt. Ilyen gyorsan játszok? Hát végül is megtehetem. Na, át is jó azt a csávot. Áthív. Nagyszerű. Kár, nem lehet ilyenkor teát itatni a szímekkel, vagy valami, hogy jobban legyenek. Na. Olyan romantikus dolgokat most nem tudok csinálni, őszintén megmondom. Csóképpen lehetne. Andrea, hogy bemegyek játszani, aztán hívom, hogy csatlakozzon. Opa, nem fog. De akkor most csatlakozzunk így. Ma, nőtt a befolyás. Azt mondta, barátság, aztán meg visszaesett. Mi az Isten van? Na, visszajöttem így. Ezek ketten most már hivatalosan is a barátok. Igen. Már újságot azért meg kell nézni. Mert akkor abba hagy mindent, ez idegesít. Újság van egyáltalán? Nem is látok, bakker. Hova tette anyám vadt újságot? Ez itt a tegnapi, az oké. Nagyon már kidobtam a múltkorit és a mait. Na, mindegy. Ölelés. Oké. Próbálkozunk. Ezzel esetleg. Igen. Ma. Akkor ebben már lávcsi lesz. Jó. Úristen, ezek a szavak. Ó. Oh. Na, ez szép volt. Akkor a szokásos klik háború. Akár meg is kéne vendégelni valamire. Sajtos tészta tálalása. Ja, már ott várja is a piszok minden itt neki. Itt azt hiszem lehet jevés közben interakciókat csinálni. Ja nem, csak a mellette. Ha mellette állsz. És mellette ülsz, bocsánat. Vagy konkrétan eszembe, itt kettő is. Két hely van köztük.
Ó, nagyszerű. Ja, akkor melyek a jelenlegi csemegtette a hatását. Ennek mondjuk örülök. Mosogatás. Betenni a kaját a hűtőbe? Nem lehet eltenni? Nem tudom. Bópá, le lehet tenni a sajtos tésztával. TV elé. A rendetlen trehány kurva minden itt neki is. Na mindegy. Próbáljuk meg itt tartani négy szakára. Vagy nem lehet? Mindig is a 100% hamar meg lett, úgyhogy... Most nem lehet még. Egy utána. Ó, a fene vigye el. Nem sikerült. Na mindegy. Újság akkor nincs meg. Eltűnt. Nagyon úgy tűnik, hogy eltűnt. Hát akkor ez van. Nem alvás, hanem tanulás. Takarítása. Azt várunk szépen. Nem, most már kéne aludni. Aztán, ja, postázó karban tartunk. Akkor lehet a sport az mégiscsak jobb választás volna. Megnézzük a következő újságban, hogy van egyáltalán olyan. Az is kell a karizma, sajnos. Álláskeresés. Rendvédelem nem. Munkakerülő nem. Üzletember nem. Akkor ma se volt semmi. Akkor ma a szokásos. Igen. Persze mentek most is. Aztán kivágjuk ezt a napot, és részemről vége is van. Egyelőre. Aztán majd folytatjuk, persze. A folytatás, az ki a titeket mindig lesz. Az élő legenda amúgy az a sport. A sport karriernek a csúcsa. Azt kell majd elérni. Ó, nagyszerű. Napi posta válogatása közben egy levél kiesik a borítékjából, azt jel benne, hogy a Terekfolt társasága mesterműves játékgyár felvásárlását tervezi. Ha Priscilla gyorsan cselekszik a csapat a befektetési lehetőségre, a megbeszélést szervezhet a főnökével és átpasszolhatja az ajánlatot a cégnek. Inkább fektessen be, azt mondom. Ojjaj. Mert a felvásárlás megtörténne, a fogyasztóvédelmi felügyelősség nyilvánosságra hozza határozatát, miszerint a mesterműves új robot hangja játék a füladás veszélyes kisgyermekekre és azonnal ki kell vonni a forgalomból. A Telford társaságok úgymond mégsem veszi meg a céget, a részvényárak lezuhannak, és Priscilla 200 szimoleont veszít. Hát mondjuk el tudjuk mondani rosszabbul is, most azért nem fogom betölteni újra a játékot, ezt el lehet felejteni. Még itt úgyse tartott a félelmek közé. Szerencsére. Na mindegy. Amikor már lefokozás vagy kirúgás, hogy ilyen van veszélyben, akkor már nyilván újra be fogom tölteni. Vagy a karrier csúcsán. Azt hiszem a bűnözői karrier csúcsán volt egy ilyen, hogyha rossz kiválasztottál, akkor bizony 55 ezer szimoleont vesztettél. Nem szaros 200-at, értitek? 55 ezret. Egy kisebb track nem ér annyit. De még egy közepes sem. Mert kedvencem, amikor ilyenkor adok valami utasítást, szemét kivitele közben, lerakják a szemetet a földre, nem veszem észre, és odamásznak a csótányok. De Kaliban van egyébként egy ilyen, hogy mondják, mondása az üzemeltetőknek, hogy ha a csótányok jönnek, akkor mi megyünk. Persze nem, szerintem erre nem volt példa, nem lett volna, nem azért mondom, csak... Nekem mondták, amikor láttam, hogy a konyhában Cooper Eye-ban. Pedig egyébként nem is én tudom a legtöbb időt a konyhában, hanem a kínai szobatársam. A sokat emlegetett.
Na, most már főzéspont is van. Szaladás, bakker. Nem, még sajnálom még abban, most még van kedvem is, meg időm is éppen. Ráérek. Na, még egy nap eltelt. Mekkora lenne bakker, hogyha most lenne elég pontom, levenném majd a... Mi is a csávónak a neve egyáltalán? Szóval Gerardot, hogy flörtöljön ezzel a csajfival, azt meglátaná Priscilla és egyből féltékeny lenne. Nem mondjuk, nem baszok ki magammal. Az igen, már egyből torokra is kapja. De hogy beszélek, úristen. Ajánlat, maradjon éjszakára. Ön élni fog vele? Ó, nagyszerű. Tú, ezt megpróbáljam szerintetek? Nem, az rossz ötlet volt. Túl rámenős. Szórakozni? Alacsony a szórakozás, meg az energia is. Na megállj csak. Emlékeztetni, mi volt ennek a vége, következménye annak idején? Ja, tényleg lehet is kis kéne kapcsolni a különleges események kameráját. Valahol megtalálna, azt nem kapcsoltam ki. Mert akkor éppen égvilágon semmi szükségem nem lenne most. Ha egyáltalán ki lehet kapcsolni. Itt van kikapcsolva, igen. Mert nagyon belassított a játékot annak idején. Igen, itt volt, emlékeztek.